Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makkói Városi Televízió csütörtök esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Két körzetben zajlanak járdaépítési munkálatok. Új kültéri bútorokkal bővült a kiszombori vályogos horgásztó környezete. Egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Az idei év első felében 2300 négyzetméter járdaszakaszt épített Makkó város önkormányzata bruttó 66 millió forintból. A munkálatokat egyszerre két választókörzetben, az 1-es és a 2-es körzetben kezdték meg. Mágori András József település részi képviselő a sajtótájékoztatón elmondta, az Alma és a Nagy Csillag utca között már elkészült egy járdaszakasz, ezt folytatják most a Hosszú utcáig. A képviselő hozzátette, ebben az évben olyan területet próbált választani, ahol még egyik oldalban sincs jó minőségű járda, illetve a vízelvezető árok egy része befedésre került, ami már régóta problémát okozott az ott lakóknak. A Városgazdálkodási Divízió munkatársai már ideiglenesen megoldást találtak rá, de azért nem volt esztétikus, de ez most a túlsó sarokkal együtt szintén ki lett térkövezve, meg újra zsalúzva, újra betonozva, oda fog kerülni a korlát, ami egyrészt a lakók közérzetét is kicsit segíteni fogja, hogy szép környezetben vannak, másrészt a balesetbiztonságot is megoldja. Makkó város önkormányzata nagyon fontosnak tartja, hogy minden évben karbantartsa, megújítsa a közúthálózatot, ezért folytatják idén is a járdaprogramot. A 8 választókörzetben egy betonos, valamint 10 térköves burkolatú szakasz fog megvalósulni. Felújítások összege mint egy bruttó 66 millió forint, ebből 5 millió forint önerőt biztosít az önkormányzat. A munkálatokat folyamatosan a Makói Szolgáltató ZRT divízió vezető és munkatársai fogják felügyelni, ők fogják ezt irányítani. A munkálatok ugye 8 körzetben fognak elkezdődni, egyszerre 2 körzetben kezdünk el dolgozni, és körzetszámoként szerint, tehát először Kovács Sándor képviselőtársamnál, aztán Mágori András képviselőtársamnál kezdjük el a munkálatokat. Bízok benne, hogy minél hamarabb el fogunk készülni, és a jó idő beköszöntével már át tudjuk adni a makói polgárok részére az új járdákat. Szűcs Gábortól megtudtuk, ők végzik az építőanyagok kiszállítását és az építés koordinálását. A kitermelt anyagok elszállításában és a járdatükör kialakításában külső vállalkozók segítenek. A divízió vezető a munkafolyamatok részleteibe is beavatta stábunkat. A rétegrend kialakításához szükséges építőanyagot szállítjuk ki, sóder, darátbeton, és annak a tetejére kerül egy ágyazóanyag, speciális ágyazóanyag, majd ezt követi a térkő lelagása, illetve ezt még megelőzi a szegő, illetve egy szigetelő lemez lehelyezése, hogy ugye a házaknak a lábazatát védjük a nedvességtől. Ezután a legutolsó szakasz ugye a térkövek lehelyezése, levibrálás, és egy speciális homoknak a fugázó homok elterítése követi, illetve zárja ezt a munkafolyamatot, majd rendrakás. Kiemelte, a bejáróknál lévő járdaszakaszokat beton ajzattal erősítik meg, hiszen a járműforgalom miatt itt nagyobb teherbírásra van szükség. Az elmúlt hónapokban sikeresen kivitelezésre került több még a tavalyi évben beadott pályázat Kiszombaron, melynek köszönhetően például bővülhetett az óvodaudvar, és családiasabbá vált a helyi horgásztó. Tudtuk meg Szirbi Kimrétől. A polgármester stábunknak elárulta, a sikerek csak még több lendületet adnak az önkormányzatnak, már idén is adtak be jelentős keretösszegű tendereket. Kiszomboron ezekben a napokban fejeződtek be teljes egészében a József Attila utcai játszótér bővítésével kapcsolatos munkák. Ehhez az önkormányzat a Magyar Falu programon és a Belügyminisztériumon keresztül is jutott forrásokhoz. Egyik esetben 10 játékeszközre pályáztunk, a másikba 8-ra, ez összesen 18 játékeszköz, ezzel most már azt hiszem, hogy teljes lett a játszóterünk. Az első, az egy 8 milliós pályázati lehetőség, az a sárga színű háttérbe lévő sárga színű játékelemek, az itt közvetlen hátunk mögött lévő gumírozott talajú, az egy önrészt nem igénylő pályázati lehetőség volt, amit november hónapban telepített a
a kivitelező. A polgármester hozzátette, ide a jövőben még térkamerarendszert szeretnének kiépíteni, valamint a közvilágítást is fejlesztenék. Szintén a Magyar Falu programon belül 5 millió forintból két kombinált játékelemmel bővülhetett a helyi óvoda udvara, ahová normál nyitvatartás esetén több mint 110 gyermek jár, a jelenlegi helyzetben pedig változóan 10-20 óvodásnak biztosítanak felügyeletet. Szirbik Imre elmondta, a vályogos partot is sikerült tovább szépíteni kültéri bútorokkal egy, a vidékfejlesztési programon belül megkérdetett pályázatnak köszönhetően. 6 darab pados fedett tetővel ellátott egység, és 3 darab külön, ami csak pad, ez pár forint hiány 5 millió forint összegbe került, és a év végén az utolsó pillanatokban ott karácsony környékén lettek telepítve. Ez egy nagyon népszerű hely, ami vályogos tavunk, nem csak a horgászok körében, hanem amúgy is akik Kiszombort meglátogatják, akár a rotunda miatt, akár a rónai emlékhelyek miatt. És én úgy hiszem, hogy amikor itt kivirágzik minden, jön a tavasz, akkor ez egy egész szép állapotba hozzák a horgászaink a tavat az önkormányzat segítségével, és akkor itt akár egy kis piknik helyeknek is megfelelnek ezek a kis padok, asztalok. A település sok tavaly beadott és nyertes Magyar Falu programos pályázattal büszkélkedhet. 4,8 millió forintból a temető egy 44 urna befogadására alkalmas urnakápolnával bővülhet, egy másik 5 milliós keretből pedig a sírkert rossz állapotban lévő kerítését is felújíthatják majd. Ugyanebből a támogatási forrásból 5 millió forintot kapott Kiszombor elhagyott ingatlan közcélra történő megvásárlására. Itt egy az Ady Endre művelődés ház melletti telket szeretnének megvásárolni, hogy ezzel bővítsék az intézmény udvarát és ott parkoló helyeket tudjanak kialakítani. Idén is adott már be pályázatokat az önkormányzat, belügyminisztériumi forrásból járdákat szeretnének felújítani, valamint topos pénzre is pályáztak. Ez utóbbiból a község csapadékvízzel vezető rendszerének további modernizálását szeretnék megoldani. Ez egy bruttó 400 milliós tendert jelentene. Rövid híreket láthatnak. Nemrégiben zárult le a 13 kérdésből álló állatvédelemmel kapcsolatos felmérés, melyet a kormány indított. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, ugyanis összesen 262.772-en nyilvánítottak véleményt. A hiradó.hu-n az olvasható, hogy Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos a kérdőívek kapcsán úgy nyilatkozott, hogy több egyetértési pont is született. Az eredmények alapján el lehet mondani, hogy sokan támogatják azt például, hogy már az óvodai környezetben szó essen arról, hogy a minket körülvevő élőlényekért felelősséggel tartozunk. Továbbá emellett a szervezetek és az ivartalanítási programok támogatását is szorgalmazza a kitöltők nagy része, de az ebrendészeti telepek, valamint a jogszabályok felülvizsgálatát szintén fontosnak tartanák a lakosok. Mint kiderült, a cirkuszi vadállatok szerepeltetésének betiltásában már nem volt olyan nagy az összhang a lakosság körében, mint a korábban felsorolt pontokban. Ezeket a tapasztalatokat a későbbiekben a témával kapcsolatos intézkedések során figyelembe fogják venni a döntéshozók. Ovádi Péter arról is szót ejtett, hogy áprilisig megalakul a Nemzeti Állatvédelmi Tanács, mely szervezet szintén azt a célt fogja szolgálni, hogy minél hatásosabban tudjanak majd fellépni ez ügyben. A koronavírus járvány kapcsán február 17-én indított a kormány egy nemzeti konzultációt, mely március 18-án, azaz ma este 8 órakor zárul le a legfrissebb tájékoztatások szerint. Ebben az emberek véleményét többek között arról kérdezik meg, hogy fokozatosan vagy egy lépésben képzelik-e el a nyitást. Emellett kíváncsiak arra is, hogy a Magyarországra belépők rendelkezzenek-e majd a védettségüket igazoló okmánnyal, de az éttermek, a szállodák, valamint a sportlétesítmények működéséről is szó esik benne, írja a Metropol. A hírportálon az is olvasható, hogy a visszajelzések értékelését követően pedig kiderülnek majd az újraindítási terv részletei. Arról is döntés fog születni, hogy a védettségigazolványa rendelkezők mi mindenre lehetnek jogosultak. Fontos, hogy ezeket az okmányokat nem csak azok kapják meg, akiknek beadták már a vakcinát, hanem azok a polgárok is, akik hivatalosan átestek a fertőzésen és felgyógyultak. A kártyákat ingyenesen kipostázza az állam hivatalból, azokat igényelni nem kell.
A The Guard zenekar a koronavírus alatt két új dallal is jelentkezett a rajongók örömére. A szerzeményekhez videoklip is készült, amelyekről a két makói tag, Botos Tibor és Prágai Krisztián számolt be egy korábbi Társalgó című színes kulturális magazinunkban. Tavaly áprilisban jelent meg a szegedi és a makói tagokból álló The Guard zenekar Magadból című szerzeménye. A videoklipet Prágai Krisztián készítette családjával. A koronavírus első hullámának időszakát a lehetőségekhez mérten próbálták kihasználni, és kreatívan alkották meg legújabb dalukhoz a képi világot, amelynek részleteiről bővebben az alkotó beszélt. Maga a klip elképzelés, hogy egy autó megy az úton, próbálta visszaadni a zene hangulatát. Van ennek egy ilyen érdekes hangulat, és ezt próbáltam visszaadni ezzel az autózással igazából. Maga a fölvételt a párommal csináltuk, és a lányommal, a vágást pedig már a fiammal. A videóklip nem csak a rajongók, hanem a zenekari tagok tetszését is elnyerte, mivel nagyon jól harmonizál a zeneszám hangulatához. A szövegíró Botos Tibor pedig hozzátette, hogy minden szerzeményénél törekszik arra, hogy egy-egy mondattal a hallgató gondolatait elindítsa. Így mindenkinek mást jelenthet a szöveg, de kitért arra is, hogy neki milyen üzenetet hordoz. Igazából két ember közötti viszonyról szól, hogy az évek alatt ilyen kérgeket vagyunk képesek rakni a lelkünkre, és utána ezek a kérgek már megakadályoznak abban, hogy sokszor, hogy őszinték legyünk, vagy csak, hogy az érzelmeink őszinték legyenek, hanem már tartjuk magunkat ehhez a kérekhez, mert ha nem adom ki magam, akkor védve vagyok. A Magadból című szerzeményt követte idén február 15-én a Vissza bátran című alkotás, amelynek videóklipje már nem mozgóképes felvétel volt, hanem a rajongók által beküldött fekete-fehér fotók alkották. Szerintünk tükrözik a dal hangulatát, és mindenféleképpen fekete-fehérbe gondolkodtunk, szerintem továbbiakban is így lesz, és nagyon sok kép érkezett, hál' Istennek, szuper, jobbnál jobb képek, és így nem volt olyan nagyon nehéz dolgunk ezt így összeválogatni. És ezt is aztán a fiammal összeültem, és megvágtuk. A dal szövege is mondani valója nagyon jól tükrözi a mai társadalmunk problémáját, hogy ma már mindenki hibátlan, jegyezte meg Botos Tibor. Már nem nagyon halljuk azt, hogy bocs, hibáztam ezt én rontottam el. Ja, most van egy futballedző, aki azt mondja a meccs végén a tévében, hogy elnézést kérek a csapatomtól, ezt én rontottam el, fölmentem a játékosokat, mert az én taktikám nem működött, akkor már fölkapjuk a fejünket, mert a mai világban mindenki olyan hibátlan, hogyha hibázik, akkor se ő hibázott, hanem akkor valaki más, az időjárás, vagy a körülmények, vagy a nem tudom mi. Tehát egyrészt ez az egyik szerintem, hogy senki se hibátlan, ez ugye el is hangzik többször benne. Hozzátette, a másik fő mondani valója, hogy a múltbéli hibáinkat képesek vagyunk felnagyítani, ami már felesleges, csak el kell engedni. A zenekar nem dőlhet hátra, hiszen nagyon sok tervük van, és nem utolsó sorban már a következő dalt is rögzítették, és egy próbatermi videóklippel jelentkeznek, remélhetőleg hamarosan a fiúk. Rendszeresen találkozhatunk az utakon mezőgazdasági munkagépekkel, ezért a rendőrség minden közlekedőt arra kér, hogy a nagygépekkel szemben körültekintőek és türelmesek legyenek a sofőrök. A szakember többek között a mezőgazdasági gépekre vonatkozó szabályokra is kitért. Elkezdődtek a tavaszi mezőgazdasági munkák Makó környékén is. Ilyenkor az utakon a földmunkák miatt több mezőgazdasági vontató, lassú és önjáró munkagép vesz részt a forgalomban. Ezeknek jelenléte fokozott baleseti kockázatot rejt magában, amelyekre kitért Vad Róbert, a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottságának titkára. Ebben az időszakban a munkálatok használt járműveket érintő közlekedési balesetek leggyakrabban a kanyarodási és az elsőbségi szabályok megsértése miatt, valamint a nem megfelelő kivilágítás miatt következnek be. Fontos, hogy a keresztben meghatározott szabályokra fejlődik a figyelmet a munkagépek közlekedőknek, és gondolok itt arra, hogy a közúti jelzéseit eltakaró szennyeződést tiszta az útra. Az köteles annak a biztonságos eltávolításra gondoskodni, gondolunk itt a sáros munkagépekre, melyekre a sárdarabok az útra hullanak, adott esetben fontos jelzéseket is elfethetnek, nem utolsó sorban kifejezetten veszélyesek, mivel ezek
csúsznak. Földútról szilárdútra történő felhajtás előtt a járműre tapadt sarat el kell távolítani, hogy ez leszennyezze az útról. A járműszerelvényeknek úgy kell közlekedni, hogy az úttest területét a legkisebb mértékben foglalják el. Továbbá kitért a szakember a rakományra is, amelyet úgy kell elhelyezni, hogy a vezetőt ne zavarja a szabad kilátásban, és a forgalomban résztvevőket ne veszélyeztesse. A gépjárművezetőket pedig arra kéri a szakember, hogy türelemmel legyenek a mezőgazdasági gépek okozta lassú haladás miatt. A munkagépek sokszor nem túl dinamikusan lassabban tudnak közlekedni, és adott szituációban lehet, hogy körülményesebb őket megelőzni, de ilyenkor mindenkit türelemre intenék, mivel ezek a járművek nagyon fontos szerepet töltenek be az élelmiszerellátásban. Mivel Makó és környéke mezőgazdasági város, itt sokszor találkozhatunk a fő- és mellékutakon nagy gépekkel az elkövetkezendő időszakban. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Két körzetben zajlanak járdaépítési munkálatok. Új kültéri bútorokkal bővült a kiszombori vályogos horgásztó környezete. Egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd a Hét Híre című hírháttér magazinunkkal várjuk Önöket. Műsorra tűztük még a Társalgó című színes kulturális magazinunkat, valamint a Magyar Ember Nem Felejt című dokumentumfilmünket is. Kedves nézőink, ez volt a csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel. Tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom Önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!